Pálinka lovagok érkeznek az újfehértói görögkatolikus templomba a magyar pálinka ünnepére. Szent Miklós a pálinka főzők védőszentjének tiszteletére tartották meg vasárnap az ünnepséget, ahová az ország minden részéről és a határon túlról is érkeztek pálinka lovagok. A lovagrend több mint 100 tagot számlál az első ilyen ünnepséget, 12 éve Győrben rendezték meg, azóta minden évben találkoznak és ünnepelnek a magyar Hungarikum követei. Miután megszentelte Szent Miklós ikonját Szócska Ábel és átvette a pálinka főzdék adományát, ezekkel a szavakkal köszöntötte a résztvevőket. Szent Miklós erről volt híres, hogy ő Isten iránti szeretetéből tudott jót tenni másokkal. Ez a mai ünnep bennünket is erre buzdít, hogy mi is Isten iránti szeretetből tudjunk jót tenni. Szent Miklós életében van még egy nagyon fontos mozzanat, amely mindannyiunk számára úgy szintén példaértékű lehet, és ez nem más, mint a mértékletesség. A Magyar Pálinka Lovagrend 2004-ben alakult 10-11 fővel azzal a céllal, hogy a magyar hagyományos pálinka készítés hírnevét megőrizze és elvigye szerte a világban. Elindult akkor egy kvázi népszerűsítése, egyenruhába, talárba öltözve, de ez ettől többről szólt. És ez egyértelmű, hogy az egyes rangot, vagy egyes sorszámot a hungarikumok között a magyar pálinka kapta. Pálinka és a törkő pálinka kapta. Én úgy gondolom, hogy válasz itt megvan ebben egyértelműen. Tehát a minisztérium ezt felismerte teljes joggal egyébként, hogy ennek méltóságát meg kell adni, és tényleg a nemzeti talává vált. A magyar pálinka Hungarikum törvénnyel védett termék. A főzdék belföldi forgalmazása mellett a pálinka külföldön történő megjelenése, értékesítése évről évre növekszik. A kereskedőházak is tesznek ezért. A főzdék között pedig egészséges a verseny. Együtt tudunk csak erősekké válni, együtt tudunk versenybe szállni nemzetközi és hazai nagypiacokon. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy minden térségnek mások az adottságai, minden térségben másfajta gyümölcsterem, és az a cél, hogy egymással egy nemes versengés legyen, használjuk a különböző technológiákat, legyen viszonyítási alap, de egyre figyelnünk kell. Nemes alapanyagból, szívvel, különleges minőséget, a magyar minőséget megalkotni. Magyar Pálinka Lovagrend tagjává, lovaggá fogadunk. Az ünnepségen 5 új lovagot is avattak, akik vállalták, hogy a nemzeti italt népszerűsítik és hagyományait megőrzik.